Jót Barnával, a Karcagi Nagyhú Református Gimnázium igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan is indult el a tanév. Az iskola vezető szerint öröm, hogy jelenléti oktatással indult a tanév, hiszen így nyugodt körülmények között tudnak tanítani. Az előző tanévnek a végén már visszatudtunk jönni egy néhány hétre jelenléti oktatásba, ez azonban akkor arra volt elég, hogy egy picit rendezzük a sorainkat, és most van az, hogy nyugodt körülmények között tudott indulni a tanév bízni tudunk abban, hogy ez így is folytatódik. Nagyon nagy szüksége lenne rá nem csak a diákoknak, hanem nekünk pedagógusoknak is, hogy azt a színvonalú munkát tudjuk folytatni, amit egy, amire egyébként képesek vagyunk. Szeptembertől már nincs egészségügyi oktatás, csak gimnáziumi. 64 kilencedikes tanulóval indultak, öt képzési területen tudtak három osztályt indítani. 64 fő 9 tanulóval indultunk neki ennek a tanévnek. Öt képzési területen tudtunk három osztályt indítani, ezek ugye a hagyományos képzési területeink, tehát az emelt óra számú angol, az emelt óra számú biológia, kémia, matematika, fizika, valamint az informatika és a legújabb képzési területünk a magyar történelem, ami ezzel a tanévvel vált teljessé, tehát úgy értve, hogy négy évfolyamon minden osztály, vagy minden évfolyamunkon van már ilyen osztályunk. Szeptember közepéig is már voltak rendezvények, és tervezik a következőket is. Tóth Barna szerint elég gazdag programsorozatot terveztek a tanévre, amiből a Gólya tábort már megtartották, tehát méltóképpen tudták fogadni a kilencedik eseket. Mi abszolút úgy tervezzük a tanévet, ahogy gondolom, hogy más is és így is kell tervezni, mintha minden rendben végig tudna menni, és valóban bízunk benne, hogy így lesz. És így elég gazdag programsorozatot terveztünk, ebből hála Istennek a gólyatábort már meg tudtuk csinálni, tehát méltóképpen tudtuk fogadni a 9 tanulóinkat. Most éppen még mindig ugyanez a projekt folyik, hogyha szabad esetleg így fogalmazni. Tehát előttünk van még egy három gólya és egy gólya, és ami várhatóan egy, egy vidám és egy színvonalas este lesz. És aztán rögtön itt van október végén a szalagavató, amit abban bízunk, hogy a tavalyihoz hasonló módon szintén meg tudunk majd rendezni, nagyon nagy erőkkel készülünk rá. Ugye erről azért tudni kell, hogy ez nem egy két hónapos munka, hanem annál jóval hosszabb, tehát ezt már 11 es korukban elkezdik a gyerekek. És természetesen tervezünk még ilyen szakmai kirándulásokat, és, és muszáj elkezdenünk már a beiskolázási tendőinket, illetve a végzős tanulóinknak a pályaválasztása, tovább tanulása való felkészítő munkáját is. Már készülnek a tanulmányi versenyekre, a sajátra is, amit itt szerveznek, diákjaik pedig más országokra, mert attól függetlenül, hogyan telt az előző másfél tanév, igenis van értelme ezeken a versenyeken indulni, jelenti ki az iskola vezető meg kell győznünk egymást is, és a diákjainkat is arról, hogy attól függetlenül, hogy hogyan telt az előző két tanév, vagy másfél tanév, igenis van értelme ezeken a versenyeken indulni, mert, mert nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és rengeteg munka van már most is mindezek mögött, az eredmények mögött.